Volt itthon, aztán már ki vagyok éhezve. Na hát, sziasztok! Ezer éve nem foglalkoztam már a Half-Life 2-vel, rohadtul el voltam vele maradva. Úgyhogy most az ígérteknek megfelelően totál fingom sincs, hogy hova járok a játékban, szóval ez csodálatos lesz. És... ja, itt van velem Korpiát megint csak. Van egy kis technikai gond a mikrofonjával, kicsit olyan zajosnak tűnik, de... Hát nem tudok ezzel mit csinálni, ő azt mondta, hogy mindenféle szűrést már rátett, de nem igazán javította meg a dolgot. Úgyhogy hát most ezzel együtt kell, hogy éljünk egyelőre. Ezen kívül... ez most már a... Azt hiszem talán a harmadik számítógép, ami itt vagy egyébként? Nem, akkor elment a kávét csinálni, nem mindegy. Akkor majd akkor elmondom, amikor itt lesz, addig is betöltjük a játékot. És most már gond nélkül veltem fel 60 FPS-sel, ezért 190 FPS, ezért ez bőven elég lesz. Ugyebár idáig mindig az volt a probléma, hogy 60-nal kéne felvenni, mégse kéne 60-nal felvenni, mert ez nem megy olyan jól, mert akkor még a régi egy magas gépen játszottam, most már ugye a Pentium Dual Core másodlagos gépen játszok, és 200 FPS, szóval... Oké, most már ez nem lesz probléma. Nyugodtan vetek fel a 60 FPS-sel. Oké, hello. Közben elkezdtem. És... adjunk hálát Lord Gabennek, hogy... Lord Gabennek és a Cloud... Cloud Save technológiának. Ugyanis rohadtul nem mentettem volna le a mentéseimet a gépe. Vagyis hát, hogyha nem lenne ez a funkció, akkor biztos nem mentettem volna, de ez már a harmadik gép, azt hiszem, amin játszom ezt a játékot. Harmadik gép. Tehát ugye elkezdődött egy AMD Athlon 64-esen, aztán folytatódott egy Pentium 4-esen, aztán most már itt járunk a Pentium Dual Core-osnál. Úgyhogy, ja. Szerencsére egy csak annyi... És akkor már egész jó konfigon fogott tolni. Szerencsére... betöltötte ugye netről a mentéseket, tehát ezek működnek. Ez talán az egyetlen Steam játék, ahol a cloud mentések működnek. Nem feltétlen. Egyik azon kevés játékon, akkor úgy mondom, ahol ténylegesen működik a cloud mentés. A Skyrimnál is működött például. Igen, úgyhogy, ja. Nincs ez a probléma, hogy nincs meg a mentésem. Csak az a probléma, hogy fingom sincs, hogy mit csinálok, meg hogy hol vagyok, meg hogy mi van, mert hogy nagyjából... Most kell felmenni a világítótoronyba, és ezt a gunshipet le kell lőni a gecibe. Szerintem egy 2-3 hónapja simán nem játszottam a játékkal. Nagyon régi kérdés. Jó lassan csináljuk, az biztos. Oké, van egy kis technikai probléma már is. Felvétellel. Amit már is megjavítok remélhetőleg. Hát ez a szokásos útra szar felvevőkártyámnak köszönhető. Még hamar megadtam meg. Igen. Mert ugye most indítottam az X5-et, úgyhogy ilyenkor előfordul az ilyesmi. In before nem is fog működni. Na itt vagyunk, nézzük, hogy jó-e. Oké, most működik. Igen, kurvára nem árt el egy másik felvevőkártya, de hát ugye mivel nem olcsó azért. Nem fog csak úgy könnyedén beszerezni egyet. Na. És föl kell menni. Ott vannak rakéták, úgy látom. Na és mint mondtam, elnézést az aért, ez... rajtam kívülálló okok miatt van. Remélhetőleg ezt máskor meg tudjuk majd oldani, hogy ne legyen ilyen zajos. Majd egy felvevő kártyával, vagy többen. A te mikrofonodról beszélek. Ja, hát azt nem. Arra nem fogok költeni. Hát akkor basszok. Én fogom, hogy miért csinálja ezt amúgy, tehát retkességgel is vettünk fel. Akkor rip összes jövőbeli videó, mert többet ilyet nem csinálok.
vettem fel mással is, és nem voltak ilyen problémák. Kibaszottul zajos, és biztos, hogy jól van egyetem beállítva, jó izét használsz? Persze. Mondom, tehát mondom, mással is vettem fel, és nem volt probléma. Hát de nem volt probléma, attól még lehet, hogy zajos volt, és ezt nekik ki kellett szűrni. De nem volt ilyen, nem volt zajos, úgy értem be az meg. Tudod, hogy én nem vágom meg a videót, én ezt töltöm is fel. Értem én azt, de mondom, attól még másnál nem volt ilyen izé. De mi az, hogy más, ugyanazt a kurva hangkártyát használod, ugyanazt a kurva gépet használod. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy nálam van egyáltalán a baj, bazd meg. De hát hol a faszomban máshol lenne? Én mondom, hogy lenémítottam minden más hangot, és egyértelműen tőled jön egy zaj. És még be is kapcsoltad azt a kibaszott zajszűrést, és kurvára nem változott semmi, szóval valamit biztos, hogy nem kapcsoltál be. És akkor szerinted én tehetek róla, bazd meg. Hát nem igaz, hogy bekapcsolod a zajszűrést, és nem változik semmi. Ilyen izé 8 bites hangminőségednek kéne lennie most, hogyha be van kapcsolva. Nincsen bekapcsolva. Ugye screenshotod? De én azt... De figyelj, hát... Valamit nem kapcsoltál be, az biztos. Valami nem működik normálisan. Valami kurvára. Biztos, hogy nem működik. Levettem az erősítést, hogy abból se legyen izé, minden le van kapcsolva. Hát, pedig... Mindenféleképpen hallom ezt az ajt. Mi a gyorsmentés? Már elfelejtettem. F7. Azt, hogy F5. F6. Hajnak. Erre megnyomom az F5-öt. Na, ez szomorú volt. Ugyan, hogy összeesett a bácsi. Majd videóban meghallod, hogy mennyire kibaszott hozzá is a mikrofonod. Jó, hát figyelj, én elhiszem, nem arról van szó, de most nálam például a te hangminőséged változott, most sokkal tisztább az egész, tehát sokkal... Hát, jó, az most tök mindegy, mert az csak azért szar néha... Ja, ez velem van? Ja, ez velem van. Akkor kapott egy pár fejlővést, de az csak azért szar, mert közben ugye küldöm neked a streamen a videót. De az a videóban nem fog változni, nem fogod így hallani. Mondom, fogalmam nincs azért, hogy mitől lehet a hang probléma. Nekem egyszerűen lett szó, vegyük időba se, hogy izé. Jó. Mi? Hogy? Ja, hogy meghalt a csávó. Jó van. Oké, vágasz. Jó, itt van valami. Anyád. Zős. Ez a majzé? Ez a szar, amit... De hogy lesz ez? Hello. Hello. Ó, bazzak. Tudj már. Miért van ez a glitch? Ez a googolás glitch, bazd meg. Melyik? Hát, hogy így googolok, és így visszafeláll. Úgyhogy közben nyomom a kontrollt. Néha így elő, nem tudom mi a fasz ez. Jó kérdés. Tehát, hogy kontaktos a izért, billentyűzet? Persze. Nem, konkrétan mondom, hogy google... Tudnál ennél nagyobb fasságot mondani? Légy szíves, ez így most így lenyűgözött. Hanem, hogy a... Ahogy legugolok, aztán azonnal feláll, és ahogy elengedem a kontrollt, így visszamegy pillanatra, és rögtön felmegy, tehát... Mi a fasz? Ez valami ez valami glitch. Szerintem. Látod? Aha! Tehát, hogyha kétszer megnyomom gyorsan, akkor előfordul ez. De furcsa. Sose tűnt fel. Na mindegy. Oké, ezt most már leszedem a kurva anyját, mert már ideges így. Adott, hajj már meg! Picsába! De ne én! Azért... Talán már a kurva életben ez elhárít, ahogy rohagyom. Áj, kifogytam. 69 HP. Amúgy most csak olyan ezért fogunk felni, szerintem 20-30 percet, vagy 20, még 20 kb 15 percet. Aztán, mészel. Aztán kajálok. Amúgy én sem. És akkor meddig vagyok, mert én meg izét megyek nézni, albérletet aztán. Igen. Mit nézni? Hát, izé, albérletet, de azt mondja, mit tanítasz egyébként, analszexet? Persze. Helyes. Büszke vagyok rá. Várj, én most nem vettem fel izét? A picsába.
Csak HP-t vettem fel, ezért nem rakétát. Jaj, megint... és megint eszembe jutott az a hülyeség, hogy a... hogy gyakorlatilag egy darab energiacsíkod van, ami mindenre van. Igen, akkor egy fasság. Oké, szedjük le ezt a szart. Hagyd már meg, hagyd már meg. Kurva életben, hogy eltéríti a kibaszott rakétát. Ez ott. Jó van, oké, azt nem sikerült. Nem, még nem. Picsába. Bazzeg, menj le. Jó. Hol van? Ott van. Hagyd meg. Úgy van, még egy pár kell neki. Azt hiszem. Azaz. Tudod, mennyi kell ennek? Ezaz. Oké, már felrobban. Királyos. Jó van. Bocs, hogyha néha random angol szavakat mondok. Hány hónapja nem csináltam videót? Kettő. A ízét tettük fel utoljára a maffiát, mi? Ja. Eddel felvettünk valami két részt múltkor, nem tudom az hány hónapja volt, kettő, egy vagy két hónapja. Elfoglaltak lettünk körül. Ja. Még inkább a speedrunnal foglalkozok. Meg most 10 év azért is nem is volt szinte semmi idő, mert ugye volt a GTA maraton. Ott voltak, volt egy pár runom is. És hát pár verseny, meg egy run. Aztán ez eléggé lekötött. Hát de gondolom azért kezdtél el most újra videókat csinálni, mert... Hát, jó tudom, mert most úgy... Ja, persze. Igen. Visszavágytál. Most is, amit felraktam új maffia részt, érkezett rá egy komment, hogy lesz csé. Hogy mi? Lesz csé. Lesz? Tovább csé? Sem. Ennyi. Továbbra sem értem. Ez a kijelentés érkezett a videómra, hogy lesz csé. Én meg, de jó! Hát ez tök jó, nem is tudtam, ez mekkora királyság. Hazzeg, hát. Én, de mi van, ha nem szól? Lehet, hogy ő a menedzserem, bazd meg, hogy ő mondja, hogy akkor most lesz csé, jó? Persze, jó, oké. Okay. Mármint, nem tudom, én sose játszottam csével, meg nem is szeretem, de azért jó, oké, felül. Lesz, hát figyelj, nem ők mondták, én nem figyelj, én nem kötözködök. Hogyha lesz, akkor lesz. Hát fazek, hát... így van, nincs mese. Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Így van. Meg ne bassz szét, bazd meg, mert szétbaszod, bazd meg. Meg egyéb gyönyörű mondások. Ed barátunknak a osztálytársától. Ed már megint intitúra. Ja, hát Ed ő nem tudom, most meg van, ha mondjuk... Nem tudom, Szombaton általában... Fent van? Azért nincs. Aha, fejért Pestre, izére. Konra. Ja, tényleg, most vannak azért a homokon. A homokon? Bocsánat, igen, homokon, nem pedig homokonon, mert ennek nincs értelme. Mi a fasz kell most csinálni? Ki kell nyitni ezt a szart és el kell vinnem az autót, vagy most? Nem. Innen már baszhatod, innen már nem lesz autót, hogy emlékszem. Let's go! Hova? Menjél akkor, mert nem tudom, hogy jól megyünk. Menjél, vezessé. De miért ilyen lassan megy? Mert feka. Jól láttam, hogy feka? Az, de most ne. Mindenhova igyekszek, menjél már. A speedrunning tönkretette az életemet. Csinálj ilyen H1-esztatokat és dobálj meg egy gránátot, hogy gyorsan. Ja, elkezdek itt bunny hoppolni. Ja. Pussál már, na. Topog a nügyből. What's your step? Mi, hol, mi, mit, 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 ki, mi, hol, mi. Figyeld a lépés. Ja, hogy Oké, én erről nem tudtam, köszi. Hát figyelj, azt mondta, hogy rakjam be az autót a garázsba, azt én vissza fogom kapni, vagy azt baszhatom most már? Szerintem nem kapod vissza. Hát akkor rohadtan. Ujjjjjj, lőnek rám. Szóval nem elégszem, hogy hol van, de szerintem itt van, akkor már nem kapod vissza. Ó, bazd meg, ott van még egy olyan szar is. A picsába én... Ó, bazd meg! Anyád, hagyd meg! Köszi. Na már, én ezzel nem fogok kötözködni, mert esélytelen három rakétára úgy tudom leszedni ezt a szart. Ajaj, hogyha jól hallom, itt van az a rohadék, amit utálok, az ami leszívja az életerőt. Talán, de nem vagyok benne biztos. Ja, és egyébként nem raktam fel az SSD-re a játékot, mert nem volt elég helyem. Van vagy 3 giga szabad helyez, meg 3,5 giga Half-Life 2, úgyhogy fuck my life.
a gamer kell küzdeni azzal, hogy tölteni fog. Ja, annyira nem, most már nem olyan vészes, mert sokkal gyorsabb ez a gép, közben pillanatok alatt betölti gyakorlatilag a vinyóról is. Ez az a gép, amit ugye építettem a videóban. Úgyhogy azóta is faszán működik. Tessék! Úgyhogy elkapogom. És végre visszakaptam! Igen, ezt is akartam mondani. Végre visszakaptam a 2 giga RAM-ot, most már 4 gigám van újra. Más. Szörnyű volt 2 gigával élni, borzalmas. Én soha többé nem akarok olyan. Ha már két témának tettünk, akkor szeretnék megemlíteni valamit, hogy Feli gépe továbbra sincs működő állapotban. Azt, ja, ez arra mesélhetsz nyugodtan. Hát, ő 2 hónapja vásárolta meg, és Feli azóta így nem történt a dolgot. Tehát a 2 hónapja megvásárolta K-nak a gépét. És... ugye, most mi is a probléma egész pontosan? Nem? Várjál, hogy mondjam el finoman, szóval várnak egy Jézus nevű emberre, hogy összevált. Jézus. Nem viccen kívül Jézusnak hívják. És halálkom, hogy kérdezz meg, nem kamudok. És szóval várnak erre a bizonyos idősebb olá Jézusra, hogy helyes. Összerakja a gépét, mert hogy neki van egy gépháza, amit ez a elemen, ne? Bassza meg ezeket a rohadt keciket. És ő épp külföldön tartózkodik. Ah, akkor eltaláltam, hogy külföldön van. Csak vicceltem. Pedig tényleg ott van. Emiatt a... Felének rábi. Vannak a legjobb kifogásai. Azt hiszem, hogy nem kéne a homokra menni, mert az csalálja elő ezeket a szarokat. Hát. Csak hát ott vannak a homokon azok a rohadt ládák, érted? Azért mentem. Na mindig. Menjük tovább. Oké. De itt simán át lehet bunny hopolni. Szóval... tehát akkor most az a baj a Ferinek, hogy a... valami... ja, hogy szar a ház, ugye? Szar a gépház. Igen, igen, és az ember, akinek van háza, és össze tudja lakni, és Jézus. Akinek van háza. Aki Jézus az ember, akinek van háza. Magyar lenden. Jeruzsálemben van jelenleg. Szóval Feri most épp várja, hogy Jézus megülöntse, akár mennyire ironikus is. Ja, elég. Már pedig az. Nagyon durván ironikus. Ah! Ah, fuck this. Jó, én húztam a picsába, hagyjatok. Szerintem, hogyha így hadd, akkor nekem előbb lesz még egy újabb gépen, mint neki, ez összerakom. Aztán azt is megkapod, de direkt azért. Azt is megkapja, de direkt azért adjam. Szarházzal, vagy valami baja legyen. De olyan baja de, legyen, ez, ami... ez nem, ennek nagyon jó háza van, ezt nem basszom el, ebbe a tápot kúrom el szerintem. Olyan, lényeg, hogy olyan gépet adjál neki, amivel valami probléma van, és amúgy nem jó. Lehet használni normálisan. Tökéletes most lesz. Úgyis új munkahelyen van pénzem ilyen szarokra, úgy. Amiket ott azért a munkahelyedről is tudsz szerezni alkat, olyan kelléket, amivel könnyedén meg lehet változtatni az állapotát a számítógépnek, amit neki adsz. Persze, bejöttek egy benzin. Kanna benzin, belelocsanak a gecivel. Attól nem akar indatkozni. Szóval igen, ezt azért elmondanánk, hogy mi retkességgel is terveztünk multiplayeres videókat, mert lefordulatba is be akartuk rángatni Ferit, de hát... mivel Jézus nem segít rajta így... ez még egy darabig elhúzódik. Gyakran fogom azt mondani, hogy Jézus, mert nagyon irónik. Fasz! Picsába! Kurva élet! Nem akartam. A rohadt életbe! Utána... ezt a kibaszott homokot itt. Mi a fasz? Aj! Azt! Ad ide! De amint... most nagyon bénázok egyébként. Azonnal. Csúnyán. GTA-ötözni. Hogy micsoda? Azonnal jönni fog GTA-ötözni. Azon a gépen... ez nem nagyon fog működni, de... mindig. A telepítő csak elmű. Abban nem vagyok, és ugye mostanimban elmegy a GTA-öt. A tiéden? Ha? Mi is van neked? Hát most i3-2105. 8 giga RAM, meg 1 gigás GTX 740. GTX 740? Aha. Még hó végéig aztán. Ezért is nem ajánlnak az új cuccok. Már meg is vannak rendelve. Talán. De ugye nem a PCX. Ja, ugye vagy? Nincs ez a is. Még egyszer nem. Aj, bazd meg innen jöttem. Mi a faszom ez? Ez mire kell? Inkább fizetek érte egy 10-essel többet, bazd meg csak. Nem tudom, nincs mit kell csinálni.
Én most nem fogok jó darabig venni semmi új alkatrészt, hiába GT 5 leszarom. Tudok vele játszani X3-aton, hogyha nagyon akarok, úgyhogy... Jó, nem tudom, mennyit késik a stream, de így nem igazán tudlak navigálni. Hát, fingom sincs, hogy hova kell menni. Most például pont jó felemész, mi legyenesen előre. Megnézem ezt a házat, ez mi a fasz ez? Az a gecsin egy hangyavár, és amellett így bal oldalon menjél. Hangya, a... mi? Ezek a hangyavárak, ezek a földből kiálló szarkupacok, azok hangyavárak. Ott van valami cucc, de ne, de... Háj, picsába. Mindegy, nem megyek le azért. Bazd meg! Ja, hogy nekem itt le kell mennem mindenkinek a picsába, akkor várjuk. Itt... azt mindegy. Ne, tudom, hogy elbaszom, mindegy. Tudom, felszedem ezt a szart. Fuss. Menj már! Milyen fasz, hogy végre normál sebességen fut 150 FPS néha. Mert legutoljára mondom, Pentium 4-en ment, játszottam ezt, én alig volt meg a 30 FPS néhol. Pedig azért ennek megvan a feelingje. 150 azért sokkal kellemesebb. Izdomos. Fasz! Mindegy, megyek előre. Anyádba, menjél picsába. Hagyja bekén. Van, ezt felrobban csak itt. Vagy mégsem. Hagyj már meg! Köszi! Most totál jó felemész. Amikor átmentél a móló alatt és előjöttek ezek a buzi ízék, mondják, okay. Arra kell. Oké, tehát akkor erre, alright. Jó, én itt megpróbálok majd átugrálni. Óvatoskán. Hogy ne érintsem a cuccost. Csak mondjuk ez így szar lesz, várjál, lehet, hogy át kéne sprinteljek. Inkább, mert ez így nem fog működni. Fuck this. Hello. Ezek kellene. Aztán ide sprintelek, aztán majd lesz, ami lesz. Felkapom ezt a hordót, szóval eljük baszom. Okay, gyertek. Na, meg is van, kicsit. Ja, még itt van egy. Csak meglepted. Oké. Okay. Ja, ez nem hal meg a gravigántól. Nem, csak hátra baszódik. Most már megdőlött. Oké. Okay. Baj, olyan lenne valami... Kár, hogy nem speedrunom ezt a játékot, mert akkor tudnék biztos valami menő stratot, hogy így átugrok-e fölött, szar fölött teljesen, így kiadjam ezt a részt. De fingom sincs, hogy kell csinálni, úgyhogy casual strat. Hát, bunny hop-olni, de hát az hát, oldalra meg hátra lehet már. Ne, azt se tudok. Ezért már mind hátrafele se tudok. Vagyis nem nagyon próbálgattam, úgyhogy... Vagyis próbálgattam, de nem tudom, hogy kell, úgyhogy mindegy. Hát itt végig kell, hogy sprinteljek, az biztos. Na jó, van, akkor küzdjünk neki. Még rosszul, hogy nem tudsz más csinálni. Actually, ezeket ide tudnám hozni magammal. De jövök. Gravigannal ide tudom hozni ezt a szart. Na, akkor. Go! Ó, bazd meg, az mi a tököm? Anyád? Ez valami kecsenés skorpió, vagy fasz tudja miért. Antlion Queen. Ezeket nem tetszik. Hozzábaszom ezt a hordót. Hápja a játékban a helikopterit. Hova a faszba kell itt menni? Mi a picsa? Ez itt le van zárva, anyád! Oda kell menni! Megvan. Ilyen bázisra kell elfutni, a felülről lefélek lőni. Nyitj már ki, az is nem faszál, hát... Hajd már meg! Öreg, hallod? Neked meg kéne dögöljél. De ne engem. Pusztuljál meg! Pusztabazd meg! Mi a fasz ez egyáltalán? Az anya, picsáj! Várjál! Egy Gravigan lesz ebből. Ilyen bokár királyom. Hol a faszban? Itt van.
Elmegy? Elmegy. Ja nem, itt van a... Miért? Ja, ez az egy tag, aki... Hello. Freeman must follow. Király. Jó, megölték. Ezt a szart. Merre? Meg gondolom itt... Biztos jó illata van. Rathadó húsnak? Mit is elkezdted? Ah. Ja, ez a... Ez, ja, ezt tudom. De ez mire is jó ez a... bogyó? Ez a bugbait. Ez arra jó, hogy irányt tudod vele a bogarakat. Tehát nem tényleg téged távadnak meg, hanem ahova a dobodat húzod. Aha. Okay. Hát ne dobáljam magamra. Ne. Pedig azt akartam, mert jól hangzott. Nem különösebben javaslom. Megteheted, nem fizikailag lehetetlen, csak... Oké. Okay. Úgyhogy mindenhol ilyen kínai kaja dobozok vannak. Honnan a faszból szülnek ezek kínai kajába? Ezek még ilyenkor is működnek? Futára? Szerintem olyanok, mint a csótányok. Tehát ezek a csótányok meg a Guns N' Roses énekesek. Ja, hallottam neki már annyira, nem nagyon van hangja. Próbálkozik, de nem nagyon megy. Hát a kokai már jobban érdekli. Mondjuk itt. Hát, ilyen jogos. Mi a fasz ez? Ez van... de menő rádió? Ez ilyen ezért kazettás magnó. Játsszál valami jó. Ilyen Pekka Boombox, tudod, amit... Ja, ez a... ez egy mixtape-edet. Hello. Felvétel teljesen smooth-nak tűnik, ugye rendben van. Mondjuk azt hiszem, nem is változtattam, szinte semmit, így vettem fel a Mafia 2-t, hogy működnie is kell. Oké. És ezzel én őket tudom irányítani egyébként? Tehát, hogyha mondjuk rádobom az ellenfelemre, akkor azt meg fogják támadni, ugye? Meg. Ez van. De van egy ilyen kis tutorial is, hogy... Hát most azt hiszem, hogy pont arról beszél. Mit mondod? A nagyobb ezt megetszik, amúgy nem tudod csak ezeket a kisebbeket. Mit mondod? Nem figyeltem, valamit kell csinálnom. Picsába. Itt arról beszél, hogy célpontokra kell dobni. És így lehet őket irányítani, hogyha megnyomom azt a szart. Így visszahívod őket magadhoz, hogy szólítasz. Követnek, aha. És akkor most mit? Megint dobjam el, vagy miért lesz? Akár. Ja, ezért kell, ezt a bábút kell. Ez az, amit nem hallottam, hogy miről beszélni, mit kell csinálni. Most mit kell? Na meg nem hallottam, hogy beszéltem. Ja, most megy, jó. Gyertek. Ezt kinyitod, vagy mit csinálsz most? And now, this one must have been the free man farewell. Another prospect lies just behind. Remember well what you have learned here. The Eli Vance has greatest confidence in you. Kinyitod még ma, vagy... Nem? Na, végre. Gyertek. Nem tudom, mire fognak most azonnal kelleni, de nem látjuk. És rip autó, most már nem lesz sajnos autó, úgyhogy már lassan fogunk közlekedni. Annak a szép korszaknak vége. Igen. És nekem innentől volt fura ez a játék, nekem sokkal jobban tetszett az a rész, amikor még a városban voltunk. Tudod, milyen játékkal voltam én így? A Resident Evil 4-jel, a
az a furcsa nekem abban a játékban, hogy rohadtul imádom az első pályát, egyszerűen... Ja, a falus részletet. Igen, az kurva jó. És utána az összes többi meg olyan, meh, olyan kastély, faszon érdekel. Nekem az izétől lett nagyon hülye az a játék, amikor átmész a másik szigetre. Aha. Ott vannak a katonák meg mindent, de mondom, hogy ez... A falu annyira kurvára hangulatos volt, aztán nem tudom, olyan furcsa lett az összes. Hát én ezzel vagyok így a... Ezeket nem tudnak átjönni, vagy mi? Mit csinálják ezzel? Mert ezek nem mennek idejönni, mert ez hangos. Igen, vannak ilyen cuccok, amik kalapálják a földet, és be vannak húsban. És akkor ez amit csinálja? Kapcsoljon ki, vagy mi? Van egy ilyen piros gomba az oldalukon. Ja. Nem, meg jó, hogy itt van a Half-Life Expert, mert amúgy... Oké. Okay. Nem mondom, én nem... Most játszok ez a játékba kb. Így másodszor, végig másodszor, de az első végigjátszásod még valamikor 2004-ben volt szett, az fingom sincs, hogy mit csinálok néha. Én szinte nem játszottam vele egy 6 éve. Kb. Viszont annyira nem tetszik a játék, hogy még speedrun olyan, és mondtam, hogy nem... Sokan én vannak. Imádom, csak nekem az volt furcsa, hogy... Az... Ja, mondjad. Elveszi a feelinget, tehát... Annyira szét glitcheli, hogy, hogy elveszi a feelinget. Ja, hogy ez... Aha. Nem tudom. Hoppá. Nekem a... Nekem az nem... Na, azt akartam mondani, hogy nekem azt tűnt fel, hogy... Kicsit hangos játék. Ami nem ez tűnt fel, de ez is feltűnt. Hogy rengetegen váltottak. És nem váltottak, csak rengetegen próbálták ki a Half-Life sorozatot így a GTA speedrunolás után. Tehát rengeteg ember, akit így ismerek így a communityből. De engem valahogy rohadtul hidegen, hogy... Meg az is, nem tudom, ez a hülye FOV, amiben játszanak, érted? Hogy például a Half-Life 1-ben látod, ahogy lebeg a karja, bazd meg, hát ennyire felkúrják az FOV-t. Az, hogy mondjam, sokkal inkább ilyen kvékszerű, tehát nagyon messze van a Half-Life 2-től, de ott mindenek az a lényeg, hogy izé, hogy másodperce pontosan magad alá lőj ezt, azt, amaz, mit tudom én, blablabla, tehát ez egy über komplex. Igen. Meg az, nem tudom, egyszerűen... Így az egész ötlete ennek, hogy FPS speedrun egyszerűen, nem nagyon. Nincs olyan bajom, csak a Half-Life egy az full RNG, tehát ha egy NPC úgy jött, hogy most nem futni fog, hanem gyalogolni, akkor veszik, és másfél perc. Ja, hát azért, nem a bárnyira gondolsz. Igen, az egyik. Ugye van a Granat glitch, hogy elmenekül előre, az sem mindig működik például. Uh-huh. Van ja, hát ez... Arra emlékszek, hogy sokan szenvedtek ezzel, és pokolra kívánják bármi. Meg kell ölni egy tudóst, és hogy mondjam, jó helyen kell megölni, az ajtóba kell megölni, mert nem tud becsukodni az ajtót, mert nem egy ilyen kicsit. Ki lehet hagyni kettő pályát, konkrétan, egy-egybe az egyben. És hát is van, hogy néha besétál, és akkor könnyen lelő, néha meg besprintel, és van egy másodperc, hogy reagálni. Nekem most ott ki kellett volna kapcsolnom a másik őrtoronyba, és valamit, mert valamit megnyomtam ebbe, és nem tudom, lehet, hogy másikba is volt, hogy mi kellett volna. Ugorj már fel, ez... Áh, az nem lehet fel óra. Milyen nénizét ilyen kalapácsot most ki kell nyomni? Ja, láttam egy párat, de itt is... Áh, itt nincs is olyan kapcsoló. Na mindig. Ez a másikba volt valami. Oké, és akkor most egyről ennyi volt ez a rész. Kajálok egyet, aztán folytathatjuk, jó?